Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade Warband végigjátszásomat, és itt maradt abban, hogy hát meg akarják ölni a földműveseimet, szóval meg kell védjük őket. Csak sajnos elpusztult a lovam, ezért most gyalogosan kell menjek, de mire odaérek, már rég meghal az ellenség kétszer. Szóval nem probléma. Most figyelem, hogy a földműveseknek nem az én zászlóm van, hanem ilyen semleges zászló. Lebeg a fejük felett, vagy mi a fene, olyan karika, és mutatja a zászlót. Pedig az, az enyém kéne legyen, hisz az én alattvalóim. Mi? Rodok törstag ölt egy mamelukot! Jaj, de bírom az ilyet! Úristen! Úristen, de bírom az ilyet, baszki! De nem volt, hogy lesérüljön annyira egy mameluk, hogy... Hogy egy törstag leszúrja, baszki! Hogy a francba! Nem hiszem el, hogy olyan sebzés kapott volna, miközben odaértek, hogy lesérüljön annyira, hogy meghaljon, baszki. Nem jön, hogy elhiggyem, tényleg. És megöli egy hülye törstag, úgy bírom az ilyet. Vicces azért. Áj, nehéz vadász. Ó, van egy elit szabjánk, hé. Annyira bírom, mikor megöli. Az durva. 25. Oké, ez marad. Vastag nagy sisak. Nem kell nekem véletlenül ilyen, de azt hiszem kell Deshavinak pont. Ja. Bassza. Ó, baszki, ezt a csatabárdot nem kellett volna eladni. Ezt is vegyük meg. Ez Deshavinak kell a fegyverzet. Oké. Nem lett 99 a max. Hatban állunk a... Ja, nordokkal. Na de azért nézzünk be Drihimbe, hát ha kapunk egy jó csizmát Deshavinak. Vaslábvédőt, vagy mi a tökömet. Nem. Akkor irány. Ja igen, Kurav. Ja. Irány Kuravhoz. Harminckét mameluk. Az nem rossz. Százötvenkét ember. Az se sok. Támadunk. A lezalit ki is lőtt egy lövészt, baszki. Wow! Oh! Oh, mameluk és svadi a lovak. Baszki! Ja. Köszönj nyilat, srácok!
Bazeg, egy íjászom sincs. Nem tudnak betörni. Most jönnek az íjászok. Előre vannak rakva a lovas katonák. Annyi az egész, és azért nem jöttek íjászok. Nem tudnak betörni. Túl erős az ellenség. De látszik, hogy megjöttek az íjászok. Most ellövészek szedik őket. Jóskár. Na baszki.
is kifogyott. Harminchárom halott, rengeteg a halottam, baszki. Hát ilyen pajzsát kapom el. Rengeteg halottam van. Mi a fene történt ebben a csatában? Hány emberem épp? 50. Az elég valamire. Holnap reggel újra támadunk. Nem fogadták el. Oké, támadás. Ijaszok, oda. Szóval, hogy megveterán íjász. Mennyi szaran ide a lovas, baszki.
9 ponttal csökkent, 26 ponttal nőtt a morál. Az jó. ...44 ember. 38 muska. Milyen franc volt az? Ja, egy nemes csak, az nem sok. Támadás. Azaz, már nincsenek csak a huskárlok. A pár íjász, az már nem sok. Támadás, mindenki. Szerintem mesterlövészek betörnek. Én azt mondom, hogy lenyomják a huskárlokat. Mesterlövészek elég veszélyesek ezekkel a katonai csákányokkal, vagy kalapáccsal, vagy mi ez. Jaja, szerintem meg lesz. Ó, van utánpótlás is. Ó, kemény 3-4 ember. Az komoly. Jaja, erősek ezek a mesterlövészek közelharcban is.
Jó a felszerelésük. Ja, szereztek jó pár húskárfoglyot. Majd jól jönnek. Oké, okay, gárdista, 10 darab, az fasza. Mameluk, Ilyászmester, Szaranida lovas, 9 parasztasszony, az kell. Mesterlövész, képzett számszerű Ilyász, veterán számszerű Ilyász, Smadia lovag, módos lovasság, Beigér, veterán, igen, Beigér veteránok, Szaranida veterán, Szaranida gyalogos, Szaranida gyalogsági, Szaranida íjász, Sradiai nem kell, Veigér, Szarani, nem, legyen Rodok törstag, Veigér gyalogsági, Veigér íjász, és Rodok számszer íjász. Passza. Oké. Okay. Semmi jó cucc. Az kell. Szóval... Igen, ti is maradtok, mamelukok is maradnak. Kartforgatónőci is. Gárdista, íjászmester. ...34 ember eddig. 16 mesterlövész és kész is. Sirály. Ó, nem, nem, lovagló képességét kéne. És itt ütőverő. Nincs nekem véletlenül plusz be egy... Nincs. Fenébe. Egy nehéz vadász, de nem volt. Na, itt meg nincs eladó. Oké. Irány Ismirala. Ja, ezután, oké, és mindegy. Nem volt ez olyan rossz. Nem akarják, na mindegy. Irány... Tahber, vegyünk fel pár katonát, és utána irány Rivácsög. 14 milicista. Irány Csíde. 4 újonc. Nem. 28 újonc. Szép. Sirály, van egy nehéz vadász. Ennek sima nyílvesszője van. Ja. Ezt hagyjuk, és adjuk neki eztet. Tökéletes. Aha. Lövőerőt 3-as mi. De attól, hogyha már van itt izé, akkor ezt megvesszük.
Ezt eladjuk. Így, és akkor... Így. Sirály. Én nem még vannak itt senki érdekes. Na menjünk akkor... Jair beit előbb, aztán Bulogur és csak utána Rivácseg. Jaja. Csak sorjába. Lássuk, mi védi Jairbét. 107 ember, az nem sok. Sőt, nagyon kevés. Ostromtornyos, a baszki. Arra még nem igazán állunk készen. Jaja, arra nagyon nem állunk készen egy ostromtornyosra. Túl sok katona kell még átfejlődjön. Ám bár... Nem. Menjünk akkor Bulog úrhoz. 116 ember védi. Önk. 77 húskár. Jó, létrákat elő. Állítólag van valami Rivácsekben egy ládikó, amiben van fegyverzet. Hát, ezt jó tudni, nem tudtam, de nem is igazán érdekel, mivel nem hiszem, hogy jobb felszerelés lenne, mint ez. Szóval, eleinte hasznos, de hát... Na, kíváncsi vagyok az úgy, hogy milyen. Ó, ez egy egész jó pozíciói játszoknak. Püszkölnöm kell, baszki. Elmúlt, baszki. Kevés így játszok van, ahogy látom. Tököm engem vett célba. Bazzeg, ne már! Micsába. Thank you.
baszki. Jaj, most jött meg az utánpótlás. Fasza. Csak egy ember még pluszba volt. Lol. Na, nem volt ez olyan rossz elsőre. Sőt. Ahhoz képest, hogy elég gyenge katonáink voltak. Elég jó volt. Hajnalban, vagyis alkonyatkor támadunk. Szerintem most be is foglaljuk. A kis köcsög. Vonuljatok vissza! Előbb tizedeljék meg őket az íjászok, és utána menjetek rájuk. Valahogy így. Fejbe! Lol. Ó, bazd meg. Baszki! Bazzeg, tele vagyok fejszével. Jézusom, kettő a kezembe, egy a fejembe. Lol. Hát egy kicsit bedarálják a gyalogságot megint. Ó, te jó ég! Esélyük sincs bejutni. Thank you.
Na de... Ó. 13 ember. Ne nagyon álljunk itt egy helybe, mert... Jaja, már jönnek is a tengeri rablók. Ettől féltem. Nézzük, megkúrnak. Tengeri faszik. Na most már 44-en vagyunk. Esélyük sincs, ha le is akarnak nyomni. Szerintem most már nyerünk. Gyalogság oda, lovasság oda, íjászok, éde. Huszonheten vagy 28-an vannak. Azaz. Szóval 7-en voltak. Oké, emberek, támadás! Baszod meg! Vázlista! Azt a vázlistát! Jaj! Lol! A vázlistát pont elkapott. 18-an van. Mindenki támad. Most már a milyen kovár. Lássuk, be tudok jutni, vagy megint kilőnek. Én inkább meg se próbálom. Na igen. Hú, láttátok, leugrod, baszki. Thank you.
Nyertünk? Még szép vagy. Avantgárdista. Egy huskár fogoly! Azt hogy? Ó, több kellett volna, hogy legyen. Szerint felgyógyultak. És enyém a vár. Azt hiszem ennyi az összes, 55. Ó, fegyveresek vissza, mi a franc? 53. Fegyvereseket tettem, nem a lovagokat. A veteránokat berakom ide. Nem csatlakoznak, rohadt anyátok. Miért nem csatlakoztok? Három fejvadász, már nem éri meg harcolni veletek. Jó, mindegy. Ó, oké. Igen, mert csak 23 épember van benne, az meg nem sok. Azért ilyen bátor a gyerek. Ha! Hú, na annak van 29 fogja. Azt hittem harcol. Nem. Ezekből aprítani kell, ezekből a tengeri rablókból itt. Van egy csomó jó fogjuk. Felvesszük őket. Mindenki támad. Ennyi. Elit szabja. Á, nem. Mindegyiknek kiegyensúlyozottat akarok. Vagy olyan, vagy egy, vagy semmilyen. Igen, mert akkor nem venném észre, hogy melyiket kell lecserélni, és így nem lenne jó. Oké, okay. Van pár ember, amit be tudok pakolni. Ó, kettőt vissza, egy lövész, egy, az három, ez a három, hat, hat lovag, nem. Kettő, három, egy, kettő, három. Így. Ja. Na szóval, tengeri rablók. I will drink from your skull!
26, csak? Nem csatlakozott be a többi. Szerintem becsatlakoznak. Becsatlakozhatott volna az egész egyszerre, aztán szétvernénk az egész tengeri rabló bandát, azt viszlát. Ez jó lenne. Milyen nordok. Már fut is a gyáva cigány. Sirály. That's a nice head you have on your shoulders. Na, az csatlakozott. Áll az égnek. Oh, hello. Mennyi lemez páncélos csávón van, haha, fasza. Na nézd már, hogy menekül a köcsög. Szép volt. Az már mameluk. Az a csávó. Jaja, szerintem igen. Még több parasztasszony. Fejvadász földműves. Ja. Egyik mameluk lett, szerintem ő az. Aztán ki tudja. Kós legyen! Tengeri rabok. Elég bátrak, szóval neki mennek egy kétszeres túlerőnek is. Hülyék azért. Nem másért, csak azért, mert hülyék. Bevárjuk őket, még lejönnek onnan. Hiába... Megyünk oda a dombra. A lovasságnak az nem jó. Okay, támadás. Jó van. Másik el akar menekülni. Baszki. Öld meg, öld meg! Szép! Abból is mameluk lesz lehet.
22 fejvadász. Bazzeg, megszedem magam fejvadászokkal. Ja. Mameluk lett belőle. Hú, baszki, mennyi fejvadászom lett. Less talking, more raiding! Támadás. Te, állsz félre! Olyan hevesen előre, srácok. Most már támadunk. Ó! Oh. Jó sok fosztogató köcsök. Ó! Oh. Kaptam nyilat, dárdát, mindent. Követ! Ó! Oh. A kis csicskák. Sérej. Oké. Csak az azért az egy emberért írom ki őket. Ó, de ez szar pozíció, baszki. Aha, ez meg is terep. Utálom, mikor ilyen szar helyes dombos vidéket ad. Böcs. Valami síkabb terület kéne, hogy lovasságnak is legyen kedvező. Oké, okay. Az jó volt. Na most aztán megszedtem magam izékkel. Ilyen rabszolga faszikkal, baszki. Hány huskár? 78. És hány veterán íjász? 48, baszki. Hadd menjen. Hagyd már. Jó, irány kurab. Valamelyik harcoson megkaphatja. Aha. Marnid.
Hoho. Osza. Bazzeg, Catherine-nek kell. Jó üzlet volt. Bassza. 1000 dinár minusz. Azt hiszem nem tudja, nem, még nem tudja használni. Baszki, megszedtem itt magam egy csomó valamivel, de nem tudom mivel, milyen harcosok ezek. De nem mondjuk őket harcosoknak. Ott lenni is volt egy harci, na jó van. Annyit tudom, van már, nem tudom mi a helyzet. Mi hol van. 1-2-3 településük maradt a nordoknak, baszki. 3 mindössze. Csak 3. Ez valami elképesztő. És kibaszott jó. Nagy nordokat, pedig őket tartogattam utoljára, na de hát ez van. Sose úgy jön általában össze, amit tervezünk, mindig valahogy másképp történnek a dolgok. Szleszkvára. 49 Huskarl. Létrás. Az oké. Okay. Ezt még elvesztük ebben a részben. Aztán zárom a videót. Lezalít 24-es, az jó. Ezek. Basz meg. Ha lőjétek már le! Na végre! Jézusom! Ennyi idiótával vagyok körülvéve, baszki. Nem hiszem el, hogy egy idióta pöt se látta meg előbb. Így védtek engem, baszki. Faszki van veletek. Ezek a halálomat akarják már a francba.
nincsenek csak 16-an. Még 7 ember. Az ennyi. Ez meg lett elsőre. Ó, és még utánpótlásom is van. Ajajajajajaj, rengeteg. Még 2 ember. Gyerünk, srácok, még 2, még 1, és ennyi. Szép volt. Szép volt, srácok. Gárdista. Lovas. Van itt pár huskárl. Látom, fel tudom venni az egészet. Az életveszteség is elég szép. 20 ember. Na, ennyit erről. Még egy vár nekünk. Mennyi az annyi? 20 ember. 26. Egy lovagom marad. Ha! Egy svadi a lovag. Vagy mégse. Ó, elszámoltam valamit. 33, 39, 40. Fasza. Nem mindegy, amúgy. Morál leesett, de nem baj. Így. Irány haza! Irány Tahver maradt Jeirbe és Rivácseg. A nagy nordoknak. Nem valami sok. Két település. Még Jeirbét kurva nehéz lesz befoglalni. Kibaszott ostromtornyos tálom.
Jó, menjünk el Sarimisig és zárom a videót. Meg MR, szedjük meg magunkat emberekkel, azt kész. Ó! Oh. Bassza, zsiványok. Az igen, az komoly volt. Szép! Öt lándzsás, a kurva anyátok! 9 törzstag, oké. Akkor menj az anyádba! Hülye picsa! Jó, irány Sarimisba nézzünk be. Ezek hülyék lándzsásokat akarnak nekem adni. Kilenc képzett számszeríjász. Na, mindjárt jobb. Hogy az egész ennek a falunak mindig kell valamit segíteni, szóval olyan nincs, hogy nekem valamit. Mindig ugyanaz, először, vagy először búza, vagy tehén, vagy segíteni a banditák ellen, de valamit mindig. Szóval a faluk úgy vannak megcsinálva, hogy egyik-egyiknek rengeteget kell segíts, és soknak semmit. Sok meg nem kér belőle. Na de hát köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!